Virágcsokorral, emlékplakettel és vásárlási utalvánnyal díjazták a megye kiemelkedő karitatív munkáját végző önkénteseit. Göncőné Kovács Éva és Pász Szőke Ágnes gyógypedagógia területén, Szabó András pedig hagyományőrzés területén végzett kiemelkedő munkája miatt részesültek elismerésben. Korábban a Weekend című magazin műsorunkban voltak vendégek. Engem nagyon meglepett nyilván a díj, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon hálás vagyok a jelölőnek, illetve a bíráló bizottságnak is ezért, mert amikor megtudtam, pont ezen gondolkodtam, hogy hát én csak a dolgomat végzem, tehát nem is értettem hirtelen, hogy miért is érdemlem ezt meg. Tulajdonképpen gyógypedagógusként dolgozom, 15 éve tanító egyébként az első diplomám, és amikor először találkoztam fogyatékossággal élő gyermekkel, akkor éreztem, hogy nekem muszáj megtanulnom ezt a szakmát, hogy hogyan tudok segíteni. Szabó Andrásnak köszönhető a Nyír Mihályi Magtár Múzeum. A fővárosban végezte el az Ybl Miklós Építőipari Technikum művezető szakát, majd vállalkozó, később oktató is lett. A gyűjtő szenvedéllyel egykori tanára Szalontai Barna fertőzte meg. Egyre csak gyűltek a régiségek, lassan több ezer tárgy került Andráshoz. Ezek a kincsek is láthatóak a Magtár Múzeumban, amely ma már a megyei értéktár része. Mindig vitt magával, mert én egyedül voltam az iskola, és szedtük össze fel a régi holmikot. Mindig azt mondta nekem, hogy ha felmész a padlásra, azt nézd meg, hogy a szaruk valami van téve. Mert oda teszik, de nem aranyat ezüstöt, mert amit én csinál, az nem aranyezüst, az másabb. Az egyszerű kasza kapa, ami az életet adja. Pász Szőke Ágnes önkéntességi területe leginkább Sényűhöz köthető. A tánc mellett nekünk ott van a nőszövetség, az időseink, a foci csapatunk, és ez szervesen, de ugye mi egy kis település vagyunk, és ez szervesen összefonódik, átfedődések vannak, de jó Sényűnek lenni, mert hogy nálunk mindig pezseg az élet, most például mennek az adventi hétvégéink, minden vasárnap a szociális szolgáltató központnál van egy nagyon szép park, és ezt is önkéntesek munkája hozta össze, mint minden évben 20 éve. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei család, esélyteremtő és önkéntes ház mindhárom díjazott munkáját fontosnak tartotta, és szerette volna elismerésben részesíteni őket. Ahogy Kalasanci Szent Józsefnek, a piaristák rendalapítójának a himnusza mondja, ami olyan szépen mutatja azon egyik szent példakép, aki a szegény gyermekeket fogadta magához és iskolát alapította számukra, mutatja azt, hogy miről szól az önkéntesség. Ilyenkor adventben a szegények, a fiatalok a megsegítéséről. A megye önkéntese díjával azoknak az embereknek a munkáját ismerték el, akik a közért dolgoznak és önfeláldozó munkájukkal segítik az embereket.